Európában is egyedülálló az idén már 91 éves Veszcsik Vilmos féle nyíregyházi vetésforgó tartam kísérlet. Az itt alkalmazott elméletek napjainkban a zöldítésben is visszaköszönnek, és alkalmasak arra, hogy a térség gyenge adottságú területeit is hasznosítani tudják. A Nyíregyházi repülőtér szomszédságában lévő földeken zajlanak azok az úgynevezett tartam kísérletek, amelyek során növényvédelmi eljárásokkal biztosítanak lehetőséget, arra, hogy a talajban a környezetben zajló folyamatokat modellezzék, vizsgálati eredményekkel alá tudják támasztani, az ezekből leszűrt eredményeket pedig a gyakorlat számára át tudják adni. A Vestsik Vilmos által alapított vetésforgó tartamkísérlet 2019-ben ünnepelte fennállásán a 90. évfordulóját, amivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is a legöregebbek közé tartozik. Érdekesség ennek a vetésforgó kísérletnek, hogy az élet mennyire kiszámíthatatlan. Azok az elméletek, amik alapján ezek a tartam, ez a tartalomkísérlet például belett állítva, mai nap, manapság a zöldítésben visszaköszönt, tehát például a talajkímélő, a környezetkímélő növénytermelési eljárásokat próbáljuk bemutatni, illetve az eredményeit közölni, és hát ezek a vetésfogok azt gondolom, hogy alkalmasak arra, hogy a térségbeli gyenge területek hasznosítására is javaslatokat, illetve tanácsokat adjunk az eredmények alapján. A tartalomkísérletek széles körű információs bázis alapjai úgy szolgálnak, az ezekkel foglalkozó szakemberek pedig rendszeresen be is számolnak kutatásaik eredményeiről. Ilyen alkalom volt az a kétnapos nemzetközi kongresszus is, amelyet még novemberben tartottak a Vestsik Vilmos úti kutatóintézetben. Ezen számos témáról volt szó a digitalizációtól kezdve, a hagyományos talajfizikai, kémiai vizsgálatokon keresztül a különböző növénytermesztési kérdésekig. A szakmai esemére mintegy ötven kutató érkezett a hazai társintézményekből és külföldi intézetekből, így Nagy-Britanniából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából és Oroszországból. A vendége a téma kapcsán, dr. Makádi Mariana, tudományos főmunkatárs, köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Is. No hát ebben a kis bejátszásban sok mindent lehetett hallani, és akik egy kicsit belelátnak a hasonló ö, tudományos kérdésekbe ebbe a területbe, talán nekik ö, sok mindent el is árult ez az anyag. Fogalmazzuk már meg azt úgy, ö, hogy minden átlagnéző értse, hogy milyen. Mit jelent, mit foglal magába a tartamkísérlet? Mire kell gondolni? A tartamkísérletek hosszú távú kísérletek. Ha már tíz évet elért egy tartamkísérlet ideje, akkor azt már odasoroljuk, hogy na, ez már tartam kísérlet. A lényeg az, hogy itt hosszú távú folyamatokat tudunk vizsgálni, hiszen a talaj, talajjal kapcsolatos folyamatok nem csak rövid távon zajlanak, nem csak évről évre, hanem nagyon hosszú távon, változik különböző összetét tevője a talajnak. Ezek a változások számunkra lehetnek kedvezőek, lehetnek kedvezőtlenek, Azért azt érdemes elmondani, hogy a kedvezőtlen változások, azok gyakran, sokkal gyorsabban zajlanak le, mint a kedvező változások, és az emberi tevékenység, a mezőgazdaság is, ha nem jól végezzük, akkor a talaj termékenységét, a talaj egészségét tudja csökkenteni, ez viszont számunkra létkérdés, hogy ne történjen meg, hiszen a táplálkozásunk alapját a termőföldön megtermelt élelmiszerek vagy növények biztosítják. Ezek a kísérletek olyan hosszú távú adatsorokat biztosítanak számunkra, amelyekkel a növények tápanyagellátását tudjuk biztonságosabbá tenni. Megfigyelhetők a az egyes különböző növényfajtáknak a viselkedése az egyes területeken. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy nálunk homoktalajon van, savanyú homoktalajon ez a tartamkísérlet, de az ország nagyon sokféle talajtípussal rendelkezik, és ezért többféle területen, többféle talajon be van állítva máshol is nagyon sokféle talaj tartamkísérlet akkor ez az elmúlt esztendőben megrendezett novemberi konferencia azért egy elég komoly tapasztalatcserére adott lehetőséget önöknek. Azt hiszem, igen. Én ahogy néztem a résztvevőket, az ország tartam kísérleteit, fenntartó kutatók közül nagyon sokan a többség megjelent. Külföldiek is voltak nálunk, és azt hiszem mindenképpen nagy értéke most ennek a konferenciának, hogy hazai szinten is elindult egy párbeszéd újra a tartamkísérletet folytató kutatók között, hogy hogyan tudnánk még inkább kiaknázni a tartamkísérletekben rejlő lehetőségeket. Mikor találkoztunk itt a beszélgetés előtt, akkor ön felhívta a figyelmet, hogy érdemes három kísérletről beszélni, szeretném, hogyha ezekről beszélnénk. Tehát plusz még kettőről. Igen, tehát nálunk sem csak a vescsikvetés forgó van, nyilván az egy fantasztikus értékű kísérlet, hiszen 91 éves lesz az idén, ezzel Európában is nagyon jelentős helyen áll életkorilag a kísérletek között. Emellett még két másik kísérletet is fenntartunk, más célokkal. Az egyik egy szennyvízi szabkomposzt hatást vizsgáló tartamkísérlet, úgy gondolom, hogy ennek is nagyon fontos gyakorlati eredményei vannak, amiket felhasználhatunk a akár a szennyvízi szab komposzt felhasználásában, mint tápanyag és talajjavítóanyag, illetve van még egy másik, ami a energiafűz tápanyag utánpótlását vizsgálja, ez még éppen elérte a kísérlet életkort, mert ez 2007 óta zajlik ez a kísérlet. Azon túl, hogy 9 évtizednél is több az az idő, amióta már a kutatóintézet működik, és hát igen, igen hasznos eredményeket tud produkálni, nem csak határokon belüli felhasználásra, hanem nemzetközi szinten is. Eljutnak ide talajbiológusok, más kutatók, hogyha nincs ilyen szintű nemzetközi összejövettel? Ö, nem egyszerre ennyien. Nyilván. Igen, tehát nyilván nekünk is megvannak a kapcsolataink minden kutatónak, nem csak talajtanosoknak, hanem a növénynemesítőknek is, és folyamatosan megy egy információ, csere, együttműködés más kutatókkal. Ez azonban tényleg egy nagyon jó kis összpontosult esemény volt. Milyen a, a neve, a renoméja a Vestségkutató Kutatóintézetnek? Ö nagyon sokan ismerik, Európában is nagyon sokan ismerik. Egyébként ez egy elég egyedülálló kísérlet, mert ezt annó Veszcsik Vilmos a intézetünk elődjeként alapított téli gazdasági iskolának a bemutató terepévé alakította ki. Tehát tényleg a, a gyakorlatban alkalmazott vetésforgók, tápanyagutánpótlások vannak jelen. És ez ma is ugyanúgy működik, mint korábban, tényleg szinte egy szántóföldi laboratóriumként. Ön mióta vesz részt itt a Veszcsik keretein belül kutatásokban? Én 2001 óta vagyok az intézetben. És melyik kísérlet az, amelyikben dolgozik? Hát én talajtanos vagyok, tehát talajtanos kísérleteink vannak. Részben belefolyok a Veszcsik kísérlet talaj mintáinak vizsgálatába, illetve ezekbe a do talajos dolgokba, de számomra nagyobb koncentráció, én jobban koncentrálok a szennyvízi szab komposztra, illetve egyéb hulladékokra. Az elmúlt időszakra visszanézve, a közelmúltra gondolok, mi az, amit kiemelne a kutatóintézet munkájából? Hát a kutatóintézet egy régiós kutatóintézet. Több más intézethez hasonlóan el. az ország több részén helyezkednek el ilyen régiós kutatóintézetek a helyi problémákra specializálva. Ö, nagyon fontos minden helyszínen a talaj, tehát a talaj meghatározza azt, hogy például milyen növények termeszthetők az adott körzetben. Így az intézet is két részre tagolódik kutatásilag. Van a növénynemesítés, biotechnológiával, molekuláris biológiával megtámogatva, és itt öm, a térségre adaptálódott, a térségben nagy biztonsággal termeszthető növényfajták előállításával foglalkoznak a kollégáim. Ide kalászosoktól, pillangósokon keresztül az alternatív növények kategóriájába sorolható számtalan növényfaj tartozik. A másik kutatási terület az pedig a talajtan. A talaj gyakorlatilag a mi feladatunk hogy olyan módszereket találjunk, olyan lehetőségeket, amikkel a talaj minőségét, a talaj termékenységét javítani tudjuk, de legalábbis a romlást megállítani. Már csak a végére nagyon röviden, kik azok, akik folyamatosan ugye figyelemmel követik az önök kutatásainak eredményeit, és itt most nem csak más kutatókra gondolok, hanem nyilván akiknek ezen a talajon kell termeszteniük. Az intézetnek elég rendszeres kapcsolata van a gazdálkodókkal, ahol be tudjuk mutatni akár az új növényfajtáinkat, az új kísérletek eredményeit, tehát szerintem ez a rendszeres kapcsolat a gazdálkodókkal, ez, ez, él és, és megvan és működik. Köszönöm szépen, és további sikeres munkát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen.